a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. Hát jó reggelt kívánunk, igen, nem ez volt a megbeszélt sorrend, de hát mindegy, elkezdünk köszöngetni szépen, mert hogy folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin, méghozzá Mihálovics Andrással. És Gede Balázsral jó reggelt kívánok én, és 0-30-20-10-9-09 SMS, WhatsApp, Viber számunk, és ez illetve van egy gyors közlekedési információ. Baleset a Soroksári úton befelé, a Rákóczi híd közelében, ráadásul a középső sávban. Azt mondja, hogy azt írta az előbbi témánkhoz egy hallgató, hogy megint azt érzi az ember, hogy az amerikai megoldás jobb, Márk pedig azt, hogy a Stellantis esetében ez nem csak a kereskedői hálózatról szól, hanem a disztribútor, importőri szerepekről, például itthon is három különböző képviselete van jelenleg a cégnek, ez is egyszerűsítve lesz, írja ő, köszönjük szépen. Na, hát akkor szerintem most ráfordulunk akkor IT témánkra, mert hogy itt van velünk Horváth Balázs, az IVS tartalommenedzsere, és a minden igaz, adtam is neki hangot. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Nem tudom, adtál a hangot, én hallok benne. Mi is hallunk, és szerintem megkockáztatom a hallgatók is. Lesz már idén is, ugye? Így van, igen. Azon gondolkoztam egyébként, hogy mikor voltam utoljára nálatok, úgy egyébként is, az sem mostanában volt, meg Smart ügyben is mikor voltam utoljára, és arra jutottam, hogy 2019-ben beszéltünk Smartról utoljára egyébként ebben a körben. Elképzelhető. És az a durva, hogy ugye akkor volt egy teljesen normál konferenciánk fizikai jelenléttel, aztán tavaly lett egy teljesen online konferenciánk. Egyébként is közben néztem a ti evolúciótokat is, és ez nekem most teljesen új, ami most történik, így rádiózás kapcsán. Aha. És hogy most 2021-ben meg úgy vagyunk, hogy hát úgy voltunk, hogy fogalmunk se volt, hogy milyen lesz. Tehát, hogy online lesz, vagy offline lesz. És mert milyen lesz? Hibrid? Mert az nagyon stílusos lenne. Végül hibrid lesz, így van. Köszönöm szépen, Balázs. Milyen profi rádiós műsorvezetővel állunk szembe, hogy felvezette a témát, mert gyanítom, hogy a Smart konferenciának egyébként ez lesz most a fő témája, mert hát a kevésbé vágyfülű és nem minket állandóan hallgatók lehet, hogy nem is tudják, hogy mi az a Smart konferencia. Gyorsan elmondom, az IVS egyébként ezt ugye pont 2019 óta csinálja, ez a szerintünk az ország egyik legjelentősebb üzleti és technológiai, és tegyük még hozzá, innovációs konferenciája. Ez egy sokkal lazább, felszabadultabb dolog, nem egy, mármint ezekhez az a klasszikus üzleti konferenciákhoz képest. Tehát itt inkább fesztivál hangulat szokott kialakulni, ha engedik ugye a különböző körülmények. Ezt tavaly is megoldottuk, és idén is megpróbáljuk megoldani, ugye úgy, ahogy mondtad is, hogy hibrid módon álljon elő ez a konferencia, még pedig úgy, hogy lesz ennek egy online betülete, egy online tere, illetve lesz egy fizikailag is, meglép egy Grupa Marénában egy fizikailag is létrejött konferencia. Utóbbi az érdekes, és most érdekes módon ez jelen nagyobb kihívást, nem pedig az online létrehozása, hiszen hát tudjuk, hogy mennyi szabályozás meg egyéb akadály volt ezzel kapcsolatban, de most már tudjuk, hogy lehet. Tehát ugye ez egy fontos mérföldkő számunkra is, hogy tudunk vendégeket várni egyébként fizikailag. Uh-huh. Mi lesz a fő téma? Azt már ugye lelőttük, hibriditás, de milyen, ennek ezer ága boga van. Igen, egyrészt ezen volt egy kis vita, hogy szerintünk, ugye hybrid is, vagy hybrid is coming, ugye ez a elnézés az angol kifejezésért, de most hagyomány, hogy angol a szlogán. Mi azt mondjuk, hogy szerintünk jön, sokak szerint már itt van, ugye ez már eleve egy jó vita alap a konferenciára, hogy a hibriditás az életünkben az mennyire van jelen, és igen, ahogy mondtad,
rengeteg vetülete van, de elég mondjuk rátok nézni, és ez is szerintem egy klasszikus hibrid megoldás. Abszolút. De ugye ez az, hogy több megoldást, több technológiát, több gondolkodásmódot alkalmazzunk egy bizonyos helyzetben, ez minden területre tökéletesen igaz, elég az embernek a magánéletére gondolni, egy KKV-nak a saját üzletfejlesztésére, az üzlet szerzésére gondolni, a nagyvállalatoknál a technológiai fejlesztésekre, a megoldások bevezetésére gondolni, mert egyszerűen teljesen más helyzet van, és ez fontos, hogy hát nem akar a Covid-ról szólni, mert arról annyi mindenki beszélt, annyi mindent, úgyhogy mi ezt el szeretnénk kicsit engedni, de inkább nézzünk előre, hogy milyen feladatok vannak a cégek előtt, mivel küzdenek, hogy tudják megoldani a hibrid munkavégzést például, vagy egyáltalán ezzel ugye felmerülő különböző technológiai kihívásokat hogyan tudják megoldani. Most némileg általánosságokba beszélek, de majd lesz pár előadó, amivel meg is tudom világítani, hogy konkrétan mire gondolunk. Igen, két kérdés merül fel bennem. Egyrészt, hogy még esett a hibrid, sokan már is unhatják, úgyhogy lehet, hogy ahogy jött, úgy megy. Ez jutott egyik részt eszembe, a másik pedig, hogy ennek a technológiai háttere mennyire adott, mert az oké, hogy kényszerből és nagyon gyorsan kiépültek bizonyos megoldások, főleg ugye a KKV szektorban, ahhoz, hogy a távmunkát egy kicsit segítsék, de hát ugye az is nagy kérdés, hogy ezek a szükségmegoldások hosszabb távon mennyire jók, illetve mennyire maradandóak. Igen, egyébként ahogy mondtam, ugye nem a Covid a fő téma, viszont mégis kell róla beszélni, ezt nem lehet megkerülni, ez egyértelmű, és amit te mondasz, az egy nagyon fontos kérdés, és mi ezt egyébként a technológiai adósság nevű fogalommal szeretnénk körbejárni, ami valószínűleg azért a nagyvállalati vezetők körében elég ismert téma, a KKV-knál is szerintem, csak nem biztos, hogy megfogalmazzák maguknak. Ugye ez azt jelenti, hogy az ember halogatja, odázza azokat a technológiai újításokat, tehát inkább fejlesztéseket, amire egyébként szükség lenne, akkor folyamatosan felhalmoz egy bizonyos technológiai adósságot, amit majd egyszer meg kell fizetnie, és egyébként a Covid betörése tavaly az pontosan az a pillanat volt, amikor ugye ezeket az adósságokat sajnos ki kellett csengetni, mert akkor rájött az ember, hogy hát én erre abszolút nem vagyok kész. Hát nem áll kész a rendszerem semmire. De egyébként ez nem Covid-specifikus, tehát ez egy általában is használható fogalom, és ezzel meg kell küzdenie minden cégnek, ezeket törleszteni kell, folyamatosan le kell bontani, mert bármikor jöhet egy olyan esemény, ami egyszer megborítja a céget, mert nincs rá felkészülve. És a konferencián nyilván lesznek pozitív-negatív példák, inkább pozitív, de mert a negatívról azért az emberek nem szívesen, vagy a cégvezetők nem szívesen beszélnek. Úgyhogy ez egy elég fontos üzenete lesz majd a Smartnak. Uh-huh. Néhány nagy nevet említenél az előadók közül? Abszolút. Ugye ahogy mi ugye szövetség a digitális gazdaságként apostrofáljuk saját magunkat, ezért ugye nagyon figyelünk, meg törekszünk arra, hogy ne csak informatikai vállalkozásokat, szakembereket hozzunk el. Nyilván ők is tesznek, például a nyitó beszélgetést, ezt elnökünk Vinnai Balázs folytatja majd a T-Systems vezérigazgatójával Gonda Gáborra, de egyébként nem csak a nagyvállalati, meg klasszik IT cégek, hanem tudományos területek képviselői is jönnek. Ilyen lesz például Márka Szabolcs, nem tudom, róla hallottatok-e, ő egyébként a magyar sajtóban is gyakran szerepet, vagy egy hangot kapó Kolumbiai Egyetemen dolgozó asztrofizikus, aki a gravitációs hullámok kapcsán kutat, és egy elég komoly neve van a szakmában. Uh-huh. És azért érdekes, hogy mindenben ezt a hibriditást kerestük, a kettőséget, hogy az ő asztrofizikai kutatásai mentén vannak olyan találmányai, ami teljesen hétköznapi dolgokra használható. Hát ő képes arra, hogy transformálja azt a tudást a földi, lehozza a földre ugye ezeket a tudásokat így, hogy így fogalmazzak, és azt hiszem moszkitók zavarására használt rendszert fejlesztett ki. Például ő egy nagyon érdekes figura lesz a konferenciának, de lesz itt Korányi Dávid is, aki a főpolgármester diplomáciai főtanácsadója, ő pedig pont a diplomáciáról fog beszélni, hogy az, hogy működik hibrid formában. Tehát hogyan lehet egyáltalán üzleti kapcsolatokat fenntartani, vagy lehetett az elmúlt időszakban. És ebből ugye nyilván a cégek is tudnak majd meríteni, mert ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy tárgyalsz, mennyire lehetsz hatékony úgy, hogy nem találkoztok személyesen, vagy csak éppen, hogy találkoztok személyesen.
hogyan lehet üzleteket eldönteni úgy, hogy mint így, hogy mit csináljuk. Tehát, hogy ez lehet-e hatékony, vagy sem. És végül, akit még kiemelnék, az egy premier is ebből a szempontból, mert még másnak nem mondtuk. A vakcinagyártók közül az AstraZeneca egyik hazai vezető orvos professzorral fog előadni. Sajnos a nevét még nem mondhatom el. Ez legyen majd a jövő hét dolga, majd nyilván... Nagyon közül. Profi! Hát ez most, és most halálkomolyan ez így van, tehát tényleg mondanám a nevét, hogyha mondhatnám. Mert mi nagyon szerettük volna azt is látni, vagy hallani, valamelyik vakcina gyártótól, és örülünk nagyon, hogy az AstraZeneca-nál sikerült megtalálni a kapcsolatot, akik arról tudnak mesélni, hogy mennyire összetett és hatalmas kihívást jelentő dolog egy ilyen vakcinát legyártani, mármint a Covid vakcinát elkészíteni, előállítani aránylag rövid idő alatt. Mert mi azt feltételezzük ilyesként, hogy ebben a technológiának, a digitalizációnak valószínűleg hatalmas szerepe van. Hát az Astra azt mondja, hogy igen, de ugye nyilván majd ők ezt részletezik, hogy mennyire, és mi üzenetünk ezzel az ilyesként, és hála Istennek egyébként az összecsengve az övékkel, hogy ebben igenis, hogy érdemes bízni, és ezért örülünk, hogy jön egy olyan hátterű szakember, aki adja a belső ügyeket is, meg a folyamatokat is el fogja mondani. Kicsit a platformról is beszéljünk, mert ugye ez a Clubhouse, ez nagyon terjedőben van, ez egy ilyen nagyon menő, szexi dolog. Olyannyira, hogy még nálunk is szóba került itt stábon belül, innovációként beosztják, hogy veszélyes lehet a Millás reggelire a Clubhouse rendszernek az előretörése. Menjetek Clubhouse-ra, egyébként mi IVSZ-ként már voltunk pár szót, teszteltük. És ugye azért kérdezitek, mert ti tudjátok már, hogy a konferencián ugye különböző formátumokat fogunk tesztelgetni, online és offline egyaránt. És lesz egy olyan online only, vagyis csak online elérhető formátum, ami a Clubhouse formátumra hasonlít, de egyébként nem a Clubhouse-on lesz, úgyhogy most is bonyolítom a dolgot. Ez azért van így, mert a Clubhouse végre már Androidon is elérhető, de még mindig meghívó alapú. Tehát nem lehet csak úgy bemenni, hanem meghívó kell hozzá, tudja csatlakozni. Ezért a Twitteren fogjuk ezt megoldani. És hogy ez micsoda? Ugye ez azt jelenti, hogy egy ilyen hasonló, mint amit mi csinálunk most éppen, egy élő audio, tehát hangolapú, úgynevezett drop-in rendszer, ami azt jelenti, hogy szabadon becsatlakozhatnak hallgatók. Tehát mint hogyha itt megjelenének most itt a beszélgetésünkben, vagy százan, és akkor ti vagy én dönthetném el, hogy kik azok, akik egyébként szót kaphatnak és beleszólhatnak a beszélgetésbe. Tehát ez egy nyitott, nagyon dinamikus panelbeszélgetés. A panelbeszélgetés új generációja szerintem egyébként. Hú, de jó ötletet adtál, meg a végén mi is csinálunk ilyet. Adok tanácsot szívesen. Jó, oké. Kivételezett hallgatók beleszólhatnak a műsorban. Hát most azt képzeld el, és ugye ennek ugye most éppen kialakulóban van a kultúrája. Egyébként Magyarországon már azért ezt pedzelgetik, van egy kis közösség, aki már csinálja. A Twitteren még senki nem csinálta, úgyhogy mi ezt a konferenciás környezetbe be fogjuk vinni. Hát izgalmas. És ugye az benne plusz még jó, hogy nem az a három szaki fog csak dumálni, aki ott így elkezdte a beszélgetést, hanem az új belépők új nézőpontokat, új véleményeket hoztatnak be, vitát generálhatnak, akár kicsit így vitát gerjeszthetnek. És ugye ettől szerintünk sokkal érdekesebb lesz a beszélgetés. Most egyébként, aki ott lesz a konferencián fizikailag, ő ezt nem fogja látni, majd azt egyébként láthatóvá tesszük egy kijelzőn, de alapvetően ő onnan be tud lépni a mobilján, hogyha akar, de azt szeretnénk, hogy aki nem jön el, mert nyilván tudjuk, hogy sokan valószínűleg nem fognak eljönni, mert mi korainak érzi, de nagyon sokan el is fognak jönni, hogy mind a két csapat kapjon élményt meg információt a konferencián keresztül. Megjött a hallgatói kérdés, mi ez a Clubhouse? Ezt össze tudod foglalni? Hát a Clubhouse egy élő, rádiózásos, hasonlító, de csak mobilon elérhető közösségi beszélgetős műfaj, ahova szabadon becsatlakozhatnak az emberek. Egy mondatban ezen a pitch-en. És nem visszajátszható, tehát ilyen olyan, mint egy on-air. Egyszerű és megismételhetetlen. Egyszerű és megismételhetetlen. Lehet, hogy lefejlesztik majd úgy, hogy ez rögzíthető legyen, de jelenleg ezekben a rendszerekben nem így van. A Clubhouse az egy... De azt mondják, az a pláne, ugye? Az most ez a FOMO effektus benne, a hajtóerő, hogy nehogy lemaradjak erről a beszélgetésről, tehát a rögzítés már esetleg elvenné ezt, hogy szerintem egy jó darabig nem lesz. Így van, és egyébként nem csak a Clubhouse csinálja a Clubhouse, mert ugye ez egy startup, hanem ahogy mondtam, a Twitter, a Redditen, a Discordon és a Facebookon is lesz hasonló formátum. Tehát, hogy ahogy megszoktuk, a platformok elkezdik gyönyörűen másolgatni egymást.
a mi szerencsénkre, mert egyébként ugye még akik ezeket használják, nekünk ez jól jön. Uh-huh. Jó, még a... Igen? Nem, csak még egy dolgot, bocsánat, nem akartam, nem tudom, meg hogy állunk időben ugyanis. Nem jól, de hogyha még egy percben elmondod, és még én fél percben rákérdezek, azt szerintem rendben lesz. Még egy dolgot szerettem volna mondani egy percben, hogy a konferencia fő sodra mellett lesznek side eventjeink is, és ezek közül a Smart Region elnevezésűt szeretném még figyelmetekbe, meg a hallgatók figyelmébe ajánlani. Itt nagyon röviden az lesz a téma, hogy az IVS-nek is egy nagyon fontos témája most az elmúlt fél évben, hogy hatalmas potenciál van a digitális régiónkban, már de szűken vett V4-es, vagy kicsit tágabban vett közép-európai régiónkban, és onnan szeretnék szakembereket meghívni azzal kapcsolatban, hogy értsük a digitális gazdaságot itt a régióban, hogyan lehet ezt mérni, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni, és hogyan lehet olyan jól együttműködni, hogy felvegye a versenyt, így összefogva ez a régió mondjuk az Egyesült Államokkal, vagy akár Kínával. Úgyhogy ez egy elég fontos, és izgi téma lesz, nemzetközi szereplőkkel. Oké, mikor lesz mindez? Én csak ennyit akartam. Tényleg, ezt minden mondtam, hogy mikor lesz. Jól van, június 10-én lesz. Aha. A reggel 10-kor kezdődik, 5-ig, 6-ig, 7-ig tartatok, függ, hogy milyen programról van szó, és ugye nálunk mindenféle információt az IVS csatornáin meg fognak találni a hallgatók, azt is, hogy nyilván offline, és azt is, hogy online. Igen, úgyhogy rémegyszerű infót szerezni, hogy akár az ivs.hu-ra, hogyha valaki oda kattint, akkor már ott van minden elérhető, igen, és mindent megtud erről. Nagyon köszönjük, Balázs, hogy beszélgettünk. Köszönjük. Szép napot én neked, jó munkát. Sziasztok. Szia, szia. Hello. Horváth Balázssal, az IVS tartalommenedzserével váltottunk pár szót. Megint Szoller Andi jön a hírekkel, aztán mi megint visszajövünk. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin. A szak és a felnőtt képzés.